Most még üres, kísértett járta épületnek tűnik, de egy év múlva a régi fényében tündökölhet majd a Becski-Kossuth kúria. Az 1700-as évek végén épült klasszicizáló, késő barokk stílusú épület ugyanis egy, a 34 műemlék kastély és vár közül, amelyek összesen 60 milliárd forintból újulnak meg a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretein belül. Ennek elindításáról 2016-ban döntött a kormány. Önmagában nem csak arról van szó, hogy a nemzeti örökségünket igyekszünk védeni, természetesen ez is nagyon fontos dolog, hiszen a nemzeti identitás részét képezik az épített környezetnek azok az emlékei, amelyek várakban, kastélyokban, egyéb épületekben, műemlékekben vesznek körül bennünket. Ez egy komplex program, a Nemzeti Várprogram és Nemzeti Kastélyprogram, amely, ahogy említettem, bizonyos régióknak vonzáskörzetévé is kíván válni azzal a beruházással, amit megvalósít várakkal és kastélyokkal, és a környékben élőket, a környéken élő településeken élő termelőket, vállalkozókat, vendéglátóiparban dolgozókat is olyan helyzetbe kívánja hozni, amely számukra munkahelyteremtési lehetőséget jelent, és természetesen a munkavállalásban is igyekszik segíteni a régiókon. A kúria emblematikus jelképe a jómódú vármegyei köznemesség egykori életterének. Többek között ezért lett ez az egyik kiválasztott emlékmű a megyében. A tervek szerint a rendezvény és multifunkcionális terek mellett interaktív kiállítás mutatja majd be, hogyan zajlottak az ünnepek. Szó lesz arról, hogy hogyan zajlottak a hétköznapokban a vendégjárások, a vendégfogadások, milyen volt egy-egy nagyobb születésnap megünneplés, amikor a Fér vármegye köznemessége, Szatmár vármegye minden részéből ide sereglett Komlott-Tóth falura. Szó lesz arról is, hogy milyen volt egy Becski lánynak a bálozó ruhája, Nagykárolyba hogyan ment el a vármegye székhelyre, egy vármegye bálba. Szó lesz arról is, hogy mit olvasott Becski Ignác, hiszen erről pontos levélteri források állnak rendelkezésre. És hogy a látogatók fantáziát is egy kicsit meg tudjuk dolgozni, találós kérdéseket is fel tudunk tenni. Például az, hogy a csizmának mi köze van a nyers tojáshoz. A teljes közműcsere után alakítják majd ki a kiállítási teret. A homlokzat és a földszinti 8 helyiség is megújul. A pince egy része múzeumpedagógiai foglalkoztatóként fog funkcionálni. Emellett a nagykapu, a kerítés, a fogadópark és a hátsó kert is kastélyhoz méltó formát kap majd. Az építkezés és az építési munkálatok 2020 hetedik hónapjában kezdődtek el. A teljes költség 644 millió forintot megközelíti, amiből az Európai Unió által biztosított összeg 442 millió forint. Bízunk benne, hogy mindnyájunk legnagyobb megelégedésére, mint turisztikai értéktér ezen kis településen viszi majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a település jó hírét. Az épület hátsó homlokzatán jól látszik, már 2 hónapja elkezdték a szakemberek a munkát, a tervek szerint 1 év múlva pedig be is fejezik.